A sport mindenek felett. A valamivel több mint 17 ezer fős településen 2000-en folytatnak valamilyen testmozgást. Ez is árulkodik arról, hogy a sport mennyire fontos a dombóváriaknak. A cél, amellyel létrehozták a szervezetünket, lényegében az volt, hogy a város sporttal kapcsolatos mindenféle ügyes-bajos dolgaival kapcsolatba mi ezekben a döntés előkészítési folyamatokban részt vegyünk, és ezekhez a folyamatokhoz, ezekhez az esetleges későbbi döntésekhez javaslatot tudjunk tenni. A három évben ilyen rendszeresen ismétlődő javaslatunk volt, hogy január végéig mindig meg kellett határoznunk, hogy hogy látjuk, hogy az ifjúságiak kategóriájából kik lennének azok a legalkalmasabb 1-2, maximum 3 fő, aki Buzánszky Jenő díjat kapjon. Ezt ugye a város napján áprilisban adják át az egyéb városi kitüntetésekkel együtt. Aztán február végéig olyan feladatunk volt, hogy a sportkeretet a rendelkezésünkre bocsátották, és erre kellett egy felosztási javaslatot tennünk. Május hónapban pedig koordinációs szerepünk van a kihívás napjával kapcsolatosan, aztán a nyári szünetet követően szintén ilyen szervezési koordinációs szerepünk van a városi sportágválasztóval kapcsolatosan. Itt ugye 5 helyi óvoda, 4 általános iskola, 3 középiskola, illetőleg gimnáziumnak közel szintén 2000 tagja az, aki meg szokott jelenni itt a sportágválasztó kapcsán szeptember közepén, és hát nem csak bemutatkoznak a sportágak, hanem szellemi vetélkedő van, sorverseny van, mindenféle mozgásos dolgokat találunk ki, és hát évvégén, decemberben pedig van szintén az ifjúsági sportolók, a tanulók számára egy lehetőség, hogy a Dombóvár város elismerő oklevelét kapják meg. Az elmúlt 3 évben, amikor ugye indultunk, ugye ez egy óriási bizalmat jelent a város részéről, hogy kikérik a véleményünket, és ha már bizalmat szavaztak nekünk, akkor mi mindig is élni szoktunk ezzel a lehetőséggel, és hát büszkén mondhatom és dicsekedhetem, hogy bármilyen javaslatot tettünk, bármilyen kategóriába, azt mindig elfogadta a város, tehát 100%-ban számítottak ránk, és ez a dolog ez egyre jobban beindult. Úgyhogy köszönjük a város vezetésének ezt a bizalmat, ami az elmúlt 3 évben érezhető volt, és hát egyúttal szeretném, ha már köszönetről van szó, megköszönni a Dombóvári Sportegyesületek illetékeseinek a támogatását is, amit az elmúlt 3 évben irányunkban biztosítottak. Tehát összességében az elmúlt 3 év alatt elmondhatjuk, hogy az ifjúsági sportolók kaptak kitüntetést, a legkiválóbbak, és az elmúlt 3 évben 3 díszpolgári címet is tudtunk sporttal kapcsolatban kezdeményezni 3 olyan nagy ikonnak, hogy ezeket a szavakat használjam, mint amilyen az atlétikával kapcsolatosan Tar Imre, Fazekas Gáspár, vagy pedig az Apáci iskola kiváló pedagógusa és edzője Miszlai József volt, és hát nem csak az erkölcsi elismerések javaslatánál vették figyelembe azt, amit mondtunk, hanem az anyagi dolgok vonatkozásában is. A 3 évnek még az érdeme volt az, hogy ugye korábban éveken keresztül a legjobb sportolók kaptak éves szinten sport ösztöndíjat, ezt Buzánszky Jenő ösztöndíjnak hívták, ez azt jelentette, hogy az illetékes tanuló sportolók negyedévente 25 ezer forintot, éves szinten 100 ezer forintot kaptak. Ehhez válogatott tagság kellett, sok minden más mellett. Az idei évben a kezdeményezésünkre a Dombóvár város vezetése rábólintott arra, hogy ezt az összeget 100 ezerről 120 ezerre tudjuk emelni, tehát 20%-ot tudtunk az ösztöndíjakon emelni, és próbáltuk azt is orvosolni, hogy ne csak azokat a bizonyos kiemelt sportágakban sportolókat próbáljuk ösztöndíjjal jutalmazni, akik válogatott tagsággal rendelkeznek, ezért létrehoztuk az idei évben, illetőleg kezdeményeztük, és a város ebbe is partner volt, egy olyan ösztöndíjat a Buzánszky Jenő ösztöndíj mellett, aminek a neve Mándi Imre ösztöndíj. A Mándi Imre ösztöndíjhoz lényegében nem kell válogatott tagság, elég, hogyha az egyesületnek a legjobbjai, a példaképei, akit javasolnak az egyesületeknél, mert a legkisebb egyesületben is lehet példakép, ezeknek a jutalmazásáról is tudunk eztán majd beszélni. Ennek a jutalmazási összege, ez mindig fele a Buzánszky Jenő ösztöndíjnak, tehát ők 60 ezer forintot kapnak. Csak úgy zárójelben említem, hogy Mándi Imre az a tragikus sorsú dombovári
ökölvívó, aki az első olimpikonja volt a településünknek, 1936-ban Berlinben volt ökölvívó 5. helyezett, 37-ben ezüstérmes lett Milánóba, és hát a származására való tekintettel később koncentrációs táborba került, és ott is halt meg 29 évesen, tehát az ő emlékének próbálnánk így egy kis megemlékezést az ösztöndíjon keresztül biztosítani. Lényegében ugyanazok a személyek, akik az elmúlt 3 évben képviselték ezeket a dolgokat, ugyanazok a személyek akarják ezt a munkát folytatni, és hát ehhez várjuk továbbra is a segítségét mindenkinek, a városnak, a sportszeretőknek. Hajrá, Dombovár! Idén május 4-én fog kezdődni a Buzánszky Jenő emlékév, mely a dombovári ikon 100. születésnapjának állít emléket, ami 2025. május 4-én lesz. Ebből az alkalomból sok izgalmas programot fognak rendezni az elkövetkezendő 1 évben.